Üdvözlöm nézőinket! Nézzük röviden, miről lesz szó a mai napszemlében. Ismét igen feszült hangulatú tanácsülést tartottak Gyergyószentmiklóson. A polgármester és a testület között nem javul a viszony. Felújítása után csütörtökön újra megnyitotta kapuit a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum. Lezajlottak a ballagási ünnepségek, több száz végzősnek szólt utoljára az iskola csengő. Ismét igen feszült hangulatú tanácsülést tartottak Gyergyószentmiklóson. A polgármester és a testület között továbbra se javul a viszony. Az elöljárón folyamatosan számon kérik a tanácsosok a beruházások lassú tempóját, a kommunikálás hiányát. Tegnap is elhangzott, gondolja meg, jó székben üle. A jégpálya felújítása kapcsán születtek döntések. Visszavette a testület a tulajdonjog 42%-át a megyei tanácstól. Ez évekkel korábban egy másik beruházás kapcsán volt átadva a megyei intézménynek. Új terv is készült, teljesen megújul az épület, mintegy 127 millió lejből, amit az Országos Beruházási Tanács finanszíroz többségében. A sportszervezetek számára kiírandó pályázatok szabályzatát is a testület minden tagja elfogadta, ahogy a költségvetés módosítást is. Pályáznak a helyi rendőrségnek és szociális igazgatóságnak helyet adó Kárpátok utcai épület energetikai felújítására is, ebben is egyetértettek. Egy első látásra banális beruházásra kért jóváhagyást a polgármester a Gyilkostónál. Úgy fogalmazott, a villanyáramhálózat bővítéséhez van szükség két apró terület átadására. Bajkó László, a POL tanácsosa azonban rámutatott, a mellékletekből jól látható, egy nagyobb beruházást tervez a Monturist Kft. A tóparton. Ennek előkészítése tulajdonképpen az előterjesztett tervezet. Azzal vádolta a polgármestert, hogy szándékosan akarja félrevezetni a testületet. Másrészt a cég ügyvezetőjét is vádolta, amiért a tulajdonos megkérdezése nélkül akar jelentős beruházásba kezdeni. A tervezetet mindössze két tanácsos szavazta meg. Később az interpellációknál kiderült, bár a korábbi tanácsi döntésnek megfelelően közölte a polgármester a Monturisttal, hogy egyoldalúan felmondják az önkormányzati területek koncessziójára vonatkozó szerződést. A jogi osztály úgy véli, ez nem az ő feladata, hanem a testület kell tárgyalóbizottságot alakítson. A kérdésben a prefektúra véleményét is kérte a Városháza, de az még nem érkezett meg. Az is elhangzott, a Monturist ügyvezetője részvényeket játszott át családtagja nevére. Sumálkolás, mutyizás folyik most is a Gyilkostónál, vélekedett Bajkó. A sportiskola levélben fordult a testülethez, amelyben közölte, kénytelen lesz felmondani a Bazilides Tibor sportcsarnok adminisztrálására vonatkozó szerződést az önkormányzattal, hiszen annak fenntartása most már meghaladja az intézmény lehetőségeit. 55 ezer lejnyi gáz és villanyszámla vár kifizetésre, félő, hogy a szolgáltatók megszüntetik az ellátást. Az önkormányzat eddig minden év végén kisegítette ilyen téren az intézményt, de ez a kérés és az év végéig várható hasonlóak komoly fejtörést okoztak. Többször elhangzott, ha a sportcsarnok visszakerül az önkormányzathoz, sokkal többe fog kerülni a fenntartása, hiszen személyzetre, karbantartásra lesz szükség, de konkrét megoldást nem sikerült találni az ülésen. Nagyon sok kérdés elhangzott az éppen zajló beruházások kapcsán. Kifogásolta a testület a munkálatok lassú haladását vagy teljes elakadását. A teherforgalmi úton zajló munkálatok kapcsán, aminek kivitelezési határideje lejárt, azt válaszolta Csergő Tibor, hogy hetek óta nem veszi fel a telefont a kivitelező cég vezetője. A Bucsi negyedi vízhálózat felújítás, ami már ősszel véget kellett volna érjen, azért nem halad, mert a határidőket nem tartja be a cég, ahogy más kivitelezők sem. A bölcsőde építéshez azért nem sikerült még területet vásárolni, mert sok a munkájuk a felértékelőknek, válaszolt a polgármester az erre vonatkozó kérdésre. Az is kiderült az ülésen, hogy feljelentést tett a polgármester a Deneánál a korábbi távhőszolgáltató ügyében. Emiatt több tanácsost és korábbi tisztségviselőt is beidéztek. Csergő Tibor korábbi tanácsülésen kért jóváhagyást jogi procedúra indítására, de ezt az RMDS többségű testület elutasította.
Most azért emeltek szót, hogy a tanácsosok véleményének megkerülésével dolgozik az előjáró. Csergő Tibor úgy válaszolt, szükségesnek látta, hiszen így lehet elkerülni a várost csődbe vívő kártérítést. Péntektől május 27-től csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak kedvezményesen Magyarországon, azaz csak a magyar kocsiknak teszik lehetővé a hatósági áras tankolást. Így küszöbölnék ki a benzinturizmust, közölte Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a rendelkezés csak a kedvezményes 480 forintos üzemanyagra vonatkozik, tehát a külföldi rendszámú autók piaci áron továbbra is tankolhatnak majd. Gulyás Gergely hozzátette, az árstopp miatt Európában jelenleg Magyarországon lehet a legkedvezőbben tankolni, és a határmenti kutakon látványos a benzinturizmus. A visszaélések megszüntetésére hozták meg ezt a döntést, mondta. Felújítása után csütörtökön újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum. Az ünnepi eseményen Zsigmond Attila legújabb díjnyertes alkotását, az Ecsetvonások Székelyesen című dokumentumfilmet is láthatták a résztvevők magángyűjteményének kiállításával egybekötve. Szép számú közönség volt jelen a Tarisznyás Márton Múzeum felújítást követő csütörtöki megnyitóján. Az ünnepi rendezvény érdekességeként sor került Zsigmond Attila Ecsetvonások Székelyesen című dokumentumfilmjének premierjére, amit festmény és grafikai kiállítás koronázott meg. A csütörtök esti eseményt a múzeumigazgató nyitotta meg. Olyan nagyszobású felújítási munkálatnak értünk a végére, ami példaértékkel mér a gyergyószentmiklósi közösség életében. A nagyszabású Európai Uniós pályázat lehetőséget teremt a Gyergyószentmiklós legrégi műemléképületének felújítására, amely által kisvárosunk egy új múzeum, társadalmi intézmény, közösségi tér, korszerű kihívásait is képes mától kielégíteni. Az új kihívások pedig nem mást, mint a multifunkcionalitást, illetve a flexibilitást követve magát az épületet teszik a legfontosabb vonzerővé, amely bármilyen gyűjteményt vagy kiállítást befogadhat ezentúl. A kortárs múzeum egyszerre műtárt és hasznos tér, de mindig erős üzenete is lehet. A megrendelői, tervezői és működtetői a múzeum szerepéről. Az 1952 óta működő intézmény életében így a mai nap sorsfordító. Hiszen 70 év után először a történetében egy korszerűen felújított műemléképülettel várhatja látogatóit az intézmény. A rendezvényen jelen volt Gyergyószentmiklós polgármestere, a múzeum korábbi igazgatója, aki a kitartás fontosságáról beszélt. Ma a múzeum nyitás, a kiállítás nyitásnak a kötő szava az, hogy a kitartás. Hiszen a gyűjtemény is tulajdonosával együtt ugyanezt tudta majd bizonyítani önöknek, és ugyanezt meglepetésszerűen mindenki számára fel tudja tálcán kínálni, hogy mit jelent a kitartás. Lehet, hogy nem 17 éve kellett ezt a munkát így föltenni a falakra és ezt megmutatni, de azt az elkötelezettséget és azt a következetességet, amit itt most Zsigmond Attilától látok, mint magángyűjtemény tulajdonostól, még engem is meglepett, pedig régi jó barátom, de ezt így még én sem láttam. És teljesen más körülmények között lehet egy kulturális intézményben, egy közintézményben, egy múzeumban megnézni ezt a kiállítást, hogy esetleg valakinek az otthonába csak úgy ízlelgetni egy-két képet, vagy egy-két lehetőséget esetleg, amit ott egy ház falán az ember lát. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ma a kitartást fogjuk ünnepelni, és ma a kitartást fogjuk valamilyen szempontból üzenni mindenkinek, aki itt van, és még azoknak is, akik nincsenek itt. Hiszen úgy a múzeumnak a bővítése, felújítása, felvirágzása még nem fejeződött be, mint ahogy szintén ez nem egy zárt magángyűjtemény. Minden muzeológus azzal nyugtatja magát, hogy nincs az a magángyűjtemény, amelyik előbb-utóbb ne kerülne közgyűjteménybe vagy múzeumban. Az Ecsetvonások Székelyesen című ismeretterjesztő film Márton Árpád és Balázs József kortárs művészek segítségével mutatja be Nagy István, Márton Ferenc, Nagy Imre, Karácsony János és Pál Lajos művészetének révén a székely ábrázolásmód érdekességeit és sajátosságait. A dokumentumfilm a 9. Szavaria Filmfesztiválon második díjat nyert. Egy beszélgetés vagy egy elmélkedés alkalmával számot vetettünk, hogy
Ugye az elmúlt 30 év során jó sok tucat dokumentumfilmet és ismeretterjesztő filmet készített a Rex Video Studio, és mi az a szegmens, amivel még nem foglalkoztunk? Mi az a téma, ami esetleg megérdemli a nyilvánosságot és érdeklődésre fog a számot tartani? És akkor ugrott be, hogy milyen keveset is tudunk mi a székely festőművészeinkről. Dokumentálódás, filmtermegírása, utána a Nemzeti Filmintézet is érdemlegesnek találta támogatni ezt a forgatást, ezt a filmet, úgyhogy belevágtunk a segítségeimmel, népszerint Márton Árpád és Balázs József festőművésszel, de ugyanakkor Bajna György barátom is ugye sokat segített producerként is, szervezőként is, és ebből kerekedett ez az 52 perces ismeretterjesztő film. Emellett meg történt egy olyan malőr, hogyha ezt idézőjelben lehet mondani, hogy a nyakamra telepedett a gyűjtői szenvedély, és nyilván nem tudtam ellentállni olyan alkotásoknak, amelyek szembe jöttek velem, és én ezt egyfajta küldetésnek is megéltem, hogy Budapestről vagy akár Bukarestből hazamenthetem azokat a székely alkotásokat, amelyeknek igazából itt van a helyük. A megnyitó végén a jelenlevők megcsodálhatták a tárlatot, amit egy hónapig ingyenesen meg lehet tekinteni. A romániai egyetemek a 2022-2023-as tanévtől a digitális eszközöket kihasználva online végezhetik tevékenységük egy részét, döntötte el a kormány egy sürgősségi rendelettel. A kormány ezzel az intézkedéssel lehetővé teszi, hogy az egyetemek már idén ősztől megszervezhessék online tevékenységüket, mutatott rá Szorin Kümpjánó. A tárcavezető hozzátette, ehhez eleget kell tenniük a minőségi követelményeknek, amelyeket a sürgősségi rendelet hivatalos közlönyben való megjelenése után dolgoz ki a minisztérium. Véget ért a ballagások időszaka Gyergyóban ma. Több száz diáknak szólt utoljára az iskola csengő az elmúlt napokban. A Salamon Ernő gimnáziumban vettünk részt az ünnepségen. 140 tanuló végzett idén a Salamon Ernő gimnáziumban, 5 osztályban. Sokan köszöntötték őket az ünnepségen, amelyen elbúcsúztak a diákévektől, tanároktól, osztálytársaktól. 4 évvel ezelőtt belöktek minket egy kis nyíláson, majd felráztak minket. Tudjátok, ahogyan a hógömböket szokás. Hogy minden kis pihe a saját útját kiválasztva, körbe-körbe röpködjön, majd visszaérjen. Vissza oda, ahonnan indult. Vissza a kavarodás előtti állapotába. Azzal viszont senki sem számol, hogy a landolt hópihe már nem ugyanaz, mint aki elindult. Igen, ez picit filozofikusan hangzik, remélem Dénes tanár úr értékeli is a felvetést, de gondolkodtatok-e már azon, mikor nagymamánál megráztátok ezeket a kis dísztárgyakat, hogy mennyi minden tanul egy hópihe egy ilyen út során? Útravalóul sok hasznos tanácsot kaptak Csergő Tibor polgármestertől, valamint a tanfelügyelőség képviselőjétől. A megyei tanács alelnöke is szólt hozzájuk. A 30-as években egy rovarkutató a dongó megfigyelésénél leírta, feljegyezte, hogy lehetetlenség, hogy a dongó repüljön. Ez nem lehet, hiszen a dongó, hát ismeritek egy, hogy is mondjam, nem mondjam, hogy kövér, telt karcsú, vagy van enyhén molett, és nagyon kis szárnyai vannak. Azt mondták, hogy ez fizikailag lehetetlen. Tudományosan nem lehet bebizonyítani, hogy a dongó repül. De a dongó ezt nem tudja, attól ő repül. Persze jöttek a fizikusok, és elmondták, hogy igen, de az aerodinamika, a dongó az nem csak felle, hanem előre, hátra, körbe-körbe, mindenféle mozdulatokkal repül, és tényleg repül. Én azt gondolom, hogy nem kell ti hallgassatok azokra, akik azt mondják, nem tudok repülni. Hiszen meg kell találjátok a módját annak, hogy tudjátok teljesíteni az életeteket a magatok egyedi módján. Az iskola nevében a korábbi igazgató Lakatos Mihály búcsúzott a ballagóktól. Ez a történet azért jutott eszembe, mert a középiskolás éveitek az én hegyi kurámhoz hasonlíthatóak. A 9. osztály vidáman, gondtalanul, a szokásokhoz híven telt el, akárcsak nekem, az árnyékos erdei ösvényen.
Aztán jött a 10. osztályban a járvány. Ekkor elfogyott a lendület. Jött a csükkedés, a reménytelenség, akár nekem a retyezált szikláim. Milyen jó, hogy barátaitok, gondoskodó szüleitek, tanáraitok vigasztaltak, biztattak, hogy ne csükkedjetek el, mondták, hogy van bennetek erő, ambíció, kibírjátok. Még én is képes voltam nektek kegyesen hazudni. Az én nyitó mondtam, hogy 100 nap múlva vége lesz a járványnak. Úgy láttam, örvendetek. Vége is lett 400 nap múlva. Remélem, megbocsátjátok ezt nekem. Én csak bíztatni akartalak. Örülök, hogy nem veszítettétek el a reményt, tanultatok, optimisták maradtatok, és feljutottatok a csúcsra. Hiszem, hogy nem felejtitek el a támogatásokat, segítségeket, a jó szavakat. Hálásak lesztek, nem úgy, mint én, ahogyan tettem vízből a rekezáton, 2482 méter magasságban, ahova az utolsó métereken ravaszul felszaladtam az én segítő barátomat megelőzve. Kívánom, hogy továbbra is legyetek jókedvűek, erősek, kitartóak, mert még sok magas csúcs van, amelyre fel kell másznotok. A csúcson lenni pedig csodálatos. Átadták az iskola zászlaját a 11-eseknek, majd az iskola zenekara búcsúztatta el a ballagókat. Ezután a családtagjaik is köszönthették őket. Emlék a polcokon ott marad, nekünk lassan már játszani nem szabad. Ugye jó? Ugye jó? Furcsa dolog, hogy az emberek csak úgy lépnek át másokon, a felnőttek birodalmában csak egy lány leszek félúton. Ballagási ünnepséget tartottak Csíkszeredában a Márton Áron főgimnázium udvarán is. Az eseményen kitüntetésben részesítették a szorgalmas diákokat. Korlátozások nélkül tartották meg a ballagási ünnepséget a Márton Áron főgimnázium udvarán a szülők, nagyszülők és a sorfalat álló alsóbb osztályosok jelenlétében. Az eseményen az iskola igazgatója szólt a ballagó diákokhoz. Nem tagadhatjuk le, hogy az idei ballagás igencsak beárnyékolja a történelem. Az egymást követő válságok sora Európában és a nagyvilágban, amely egybeesett ennek az évfolyamnak a középiskolás éveivel. Fiatalnak lenni sosem volt könnyű sehol, de azért nem mindegy, hogy hová és mikor születik az ember. A jelenkort elnézve sokszor az az érzésünk, hogy beleszülettünk a felelősségbe, bele vagyunk rekesztve a hovatartozásunkba, az időbe, és bizony sokszor kénytelenek vagyunk valósággal a kor ellenében élni. Az ünnepségen jelen volt Csíkszered a polgármestere, aki beszédet mondott a 12-eseknek. Mert bizony különleges ez a mai nap. Olyan, amely egész életekben vissza fog térni, gondolatokban, emlékeitekben, amelyre emlékezni fogtok. Pontosan olyan különleges, mint a középiskolában eltöltött évek. A szó jó és rossz értelmében is. Ti a középiskolás éveiteken át is túléltetek. Át és túléltetek egy diákjárványt, egy olyan helyzetet, amelyet talán még nagyszüleink sem találkoztak a nagy világégések alatt, de ennek ellenére sokatoknak sikerült olyan barátságotokat kötnötök, amely egész életekben elkísér. A világban dúló bizonytalanság és káosz mellett például diáktanácsosok voltatok, és szerzett tapasztalatokkal, majd későbbiekben kamatoztatva, sőt közötti tevékenységet vállalva helyi vagy országos szinten erősebbé tesztek közösségünket. Beszédek hangzottak el Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnökétől, Táncos Barna, környezetvédelmi miniszter részéről és Farkas Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetőjétől. A továbbiakban a 11-es évfolyam részéről búcsúztatták a végzős diákokat, valamint beszéd hangzott el a ballagók részéről is. Megkérdezném tőletek, hogy milyen a búcsú? Hogy az az esemény, mely engem rettegéssel és némi adrenalinnal tölt el a jövőre nézve,
hogy mutatkozik meg számotokra. Sokan abban a hitben élünk, hogy a búcsú nehéz és fájdalmas. Én hiszem, hogy ez a tévhit gyenge, megdönthető. A búcsútok nem szomorú, nem szívfacsaró. Boldog, izgalommal teli és nosztalgikus. Olyan kapuk és ajtók nyílnak meg előttetek, melyek megengedik a teljesebb életet, hogy kitárulkozzatok, hogy felfedezzétek az élet azon aspektusait, amelyeket eddig szándékosan elrejtettek előletek. 4 évvel ezelőtt is már egy közös cél vezérelte a mostani 12 tanulóit. Mégpedig az, hogy megtaláljuk az iskola legészakibb sarkát, ahol még a hőmérséklet is szoros kapcsolatban állt az éghajlat sajátosságaival. A hideg légkör ennek ellenére hamar megtelt élettel és vidámsággal. Mielőtt ténylegesen a lovak közé csaphattunk volna, jött a hír, hogy Drácskopi Hornitz kamera, azaz a világjárvány felfüggesztette a jelenlegi oktatásunkat. Igaz, hogy ez az időszak 2 évünkbe került, mi mégis úgy tértünk vissza, mintha csak tegnap hagytuk volna el az iskola padjait. Visszatérésünkkel egyből a dolgok közepébe vághattunk. Addig unopiniamea, vine bacul, un primulum, vine bacul, un al doilea rând, vine bacul, în concluzie, vine bacul! De büszkén mondhatom, hogy nem adtunk túl sok teret az efféle nyomásnak, ugyanis próbaérettség előtt is többnyire csak a paternoster segítségében bízhattunk. Az ünnepség záró momentuma volt a végzősök kitüntetése, majd a ballagók szerre vonultak tanáraik elé, ahol a virágfeldobást követően tovább haladtak az iskola épülete elé. Társadalmi konzultációra bocsátották Csíkszereda integrált városfejlesztési stratégiáját és fenntartható mobilitási tervét. A 2021-2030-as időszakra vonatkozó dokumentumok kidolgozásának utolsó fázisában június 10-ig várják a lakosság az intézmények, szervezetek részéről érkező észrevételeket és javaslatokat. Mindkét dokumentum elérhető a www.szereda.ro oldalon magyar és román nyelven. Az előterjesztett javaslatcsomaggal kapcsolatos észrevételeket e-mailben a városháza@szereda.ro címekre várják. Befejezéshez közeleg a Güdüci egykori iskola épületének felújítása. A jövőben közösségi házként fogja szolgálni a helybélieket és az ide látogatókat. Mint arról korábban már beszámoltunk, felújítás alatt áll a régi Güdüci iskola épülete. A munkát hamarosan befejezik, már az átadásra készül a közösség. Ugye ezt egy pályázaton nyertük a részfinanszírozást uniós alapból. Ennek a kivitelezése idén befejeződik, és a július 2-án tartandó helyi búcsünnepen lenne az átadás a tervek szerint. A kivitelező az Güdüci, illető tehát szívügyének tekinti, és úgyis készíti el ezt a házat, mint hogyha az övé lenne, tehát nagy gonddal és odafigyeléssel. Ennek a beruházásnak az összértéke 600 ezer lej volt annó, amikor ezt leszerződtük. Ebből az elszámolható, azaz, hogy megpályázott részfinanszírozási értéke az 366.532 lej, és a mi önrészünk az 226.910 lej. Még egy olyan 60%-on tartunk a kifizetéssel, van még leívható, elszámolható költség is, és a többi önrész, de úgy néz ki, hogy ez finanszírozásban is, tehát kifizetésileg is rendjén lesz idén, tehát ezt azt tudom mondani, hogy tudjuk finalizálni ezt a projektet. Az épület egyik részében valamikor oktatás zajlott, a másik oldalon pedig kulturális rendezvények számára alkalmas nagyobb terem volt. Az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, hogy megfelelő teret biztosítson a különböző rendezvényeknek, programoknak, melyeket itt terveznek. A kihasználására sokféle ötlet született már. A közösségi ház, ami régen iskola volt és kultúrház, ugyanazt a célt fogja szolgálni, mint régebben, kivéve az oktatást. Tehát az az első számú feladata, illetve hivatása, hogy helyet adjon a helyi közösségnek, különböző rendezvények megtartására, és hát méltó módon tudjanak akár fogadni vendégeket, táborozókat. Nem titkolt szándékunk, hogy ezt a házat úgy fogjuk működtetni,
hogy vagy egy egyesületen keresztül, vagy pedig direkt az önkormányzat, mindenképpen a kulturális referens koordinálása alá fog tartozni, a Gyergyószárhegyi kulturális referens koordinálása alá fog tartozni, és hát rengeteg elképzelés van, egy csodaszép hely, itt fent Güdücön, egy nagyon szép kilátás van, és nagyon szép festői táj veszi körül, úgyhogy már nagyon sokan érdeklődtek, hogy hogyan lehet itt programokat szervezni, táborokat szervezni, és különböző rendezvényeket, úgyhogy reméljük, hogy ez az összkomfortos kis ház majd képes lesz ellátni ezeket az igényeket. Az átadást a júliusban tartandó falunapra tervezik, a szervezés már elkezdődött. Nézzük még egyszer röviden, mi mindenről volt szó ma. Ismét igen feszült hangulatú tanácsülést tartottak Gyergyószent Miklóson. A polgármester és a testület között nem javul a viszony. Felújítása után csütörtökön újra megnyitotta kapuit a Gyergyószent Miklósi Tarisznyás Márton Múzeum. Lezajlottak a ballagási ünnepségek, több száz végzősnek szólt utoljára az iskola csengő. Ezek voltak híreink ma, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.